Az egyes alkalmakon szó esik majd férfi és női, anyai és apai szerepekről, párkapcsolati és családi konfliktusok kezeléséről, hatékony időgazdálkodásról és háztartásmenedzsmentről, szeretetteljes fegyelmezésről, a kapcsolódó nevelésről és a házasságok életfázisairól. A szervező Fészek Családi Kör és a Villakamaron Polgári Társulás így segítséget szeretne nyújtani a kisgyermekes családoknak, hogy könnyebb legyen számukra ez a családi szempontból érzékeny időszak. A projekt célja támogatni a tudatos életvezetésben és a tudatos gyereknevelésben azokat a családokat, amelyek Komáromban és Komárom környékén élnek, illetve olyan tanulási és tapasztalatmegosztási lehetőségeket biztosítani nekik, amely által a saját szülői szerepükben a szülők megerősödhetnek, és hát támpontokat kaphatnak a gyerekneveléshez, a családon belüli kapcsolatok és a konfliktusok kezeléséhez, illetve a szerepeiknek az együtt működtetéséhez, tehát például, hogy az anyaszerep és a női szerep hogyan tud harmóniában működni. Úgy gondolom, hogy nagyon sokrétű lesz a program, és várunk minden gyermekvállalásra készülő családot, párokat, várunk fiatal szülőket, kisgyermekes családokat, ugyanúgy meghallgathatják az előadást például nagyszülők is, tehát lesz számukra is olyan információ, ami esetleg új lehet, amit tudnak hasznosítani a jövőben. Havonta egy-egy előadás várja a szülőket, a húsvéti ünnepek után pedig egy hét, amikor minden nap egy-egy érdekes témát boncolgatnak szakemberek segítségével. Foglalkoznak apákkal kapcsolatos elvárásokkal, sztereotípiákkal, női szereppel, anyaszereppel, időgazdálkodással, családlogisztikával, háztartásmenedzsmenttel, konfliktuskezeléssel, a háborítatlan szüléssel, de lesz szoptatási és babahordozási tanácsadás is. Az eseménysorozat társszervezője a Villakamaron Polgári Társulás. Azonos az értékrendünk, tehát a tudatos gyereknevelés, tudatos szülők kinevelése, és ezért szívesen együttműködtünk azon felkérés keretén belül, hogy közösen pályázunk. A Fészekrakó információs kampánynak és programsorozatnak 4 alappillére lesz. A program 4 alappillére az előadás sorozat, az anyáknak szóló önismereti coaching csoport, a tanácsadások, amelyek elérhetőek lesznek végig a projekt idején, és a kiadvány, amelyet a friss kismamáknak szeretnénk rendelkezésre bocsátani. Szeretnénk eljuttatni olyan módon az anyukákhoz, illetve a családokba, hogy már akár a szülés előtt hozzájuthassanak, tehát például a nőgyógyászokon keresztül, illetve a kórházban kaphassák meg a kezdőcsomag részeként. Az információs füzetben szeretnénk bemutatkozni, a tevékenységünket bemutatni konkrétan. A személyre szabott tanácsadásokról írni, kicsit közelebb hozni az anyukákhoz főleg ezeket a lehetőségeket. Szó lesz benne a hordozási tanácsadásról, a szoptatási tanácsadásról, az önismereti csoportokról, különböző szakemberekről, akikkel együttműködésünk van, és például anyanyelvi fejlesztést biztosítanak a családok és a gyerekek részére. Úgyhogy ez is egy ilyen sokrétű kiadvány lesz. Molnár Krisztina azt mondja, hogy annak ellenére, hogy a gyereknevelést érintő információs bázis gazdag, főleg a világhálón, sokan éppen az információs dömping miatt bizonytalanodnak el. Pedig sokszor csak a belső hangra kellene hallgatni, nem pedig a sokszor fals információkat felsoroltató internetes tudásanyagban nézni. Sokat segít az információ és tapasztalatcsere is az édesanyák közt. Erre építenek a Fészek alapító tagjai, tehát az ötletgazdák is, akik maguk is gyakorló kisgyermekes édesanyák. Az információk meg az elvárások erdejében, amikor azt tűzzük ki magunknak, hogy például elég lenne csak elég jó szülőnek lenni, tehát nem akarunk tökéletesek lenni, már akkor is annyi minden elvárást építünk be saját magunknak az életünkbe, hogy ebbe bele lehet rokkanni.
és minden szülőnek az életében elérkezik az a pont, vagy elérkeznek azok a pontok, ahol ezek között, az elvárások között nem találjuk a kiutat, meg azt is nagyon nehezen halljuk meg, hogy mit mond a belső hangunk. És hogy akár ezzel az anyacsoporttal, ami a programnak a része lesz, ahhoz szeretnénk segíteni az anyukáknak, hogy a belső hangjukat meghallják, és merjenek bízni benne. A Fészek családi kör hosszú távú célja létrehozni egy olyan központot Észak-Komáromba, ahol szakemberek segítenék a gyermekáldás előtt álló, vagy már kisgyermekes családokat. További naprakész információt a Fészek családi kör Facebook oldalán találnak. A szervezők gondolnak azokra is, akiknek nem sikerül ellátogatni egy-egy előadásra. Tervezik ezek élő internetes közvetítését is. A gazdag programsorozatot Magyarország miniszterelnöksége, nemzetpolitikai államtitkársága támogatja.